Így zenélt az egyik sérültekből álló zenekar Szekszárdon a speciális művészeti fesztiválon. A rendezvényt 32. alkalommal rendezték meg 2019-ben. Szekszárd 1998 és 2003 után idén harmadszorra adott otthont a programnak. A fesztiválon sérült emberek mutathatják be szerte ágazó művészeti tudásukat. A Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesületének elnöke szerint ez egy kiváló lehetőség nekik. A sérült emberek számára ez egy egyhetes kulturális feltöltődés jelent. Jelenti egyrészt a színpadra lépés lehetőségét, amit ők nagy örömmel fogadnak, hiszen egy éven keresztül készülnek, gyakorolnak az adott művészeti ágban, és most lépnek színpadra. Másrészt jelent egy szórakozási lehetőséget, hiszen minden évben sok-sok impulzust kapnak az adott városban, múzeumokat látogatnak, jól érzik magukat együtt a héten. A fesztiválon sokféle művészeti ág és műfaj képviseltette magát. Voltak olyanok, akik társas táncban jeleskedtek, mások pedig prózát adtak elő, de olyan is akadt, aki zenekarával szórakoztatta a közönséget. Ács Rezső, Szekszárd polgármesterek köszöntőjében kiemelte, az, hogy Szekszárd harmadszorra rendezheti meg ezt a fesztivált, azt mutatja, hogy a szekszárdi emberek elfogadóak. Az elfogadásról szól az Intim Torna illegál zenekar egyik legújabb dala is, így hát elő is adták a szerdai napzáró koncertjükön. Sztár vendégek is helyet kaptak ugyanis a speciális művészeti fesztivál Prometheus Parki színpadán. Attól függetlenül, hogy jótékonysági koncertről van szó, a teljes stáb kivonult, és semmit sem hagytunk otthon, úgyhogy a teljes fényparkot elhoztuk. Tehát amit a színpad elbír, azt most fel fogjuk pakolni, úgyhogy egy olyan koncertet fogunk adni, mint mondjuk egy nagy fesztiválom. Ehhez pedig a fesztivál hangulat is adott volt. A 40 magyarországi szociális és oktatási intézmény, alapítvány és egyesület közel 800 résztvevőjével. A városi érdeklődők, többnyire fiatalok tomboltak együtt a koncerten, bizonyítva, hogy valóban elfogadóak. A fesztivál július 1-e és 5-e között zajlik Szekszárdon.